Befejeződött a megyei kormányhivatal 7 épületének felújítása. Az energetikai korszerűsítéseknek köszönhetően nyílászárókat cseréltek, homlokzatszigetelés történt, korszerűsítették a fűtésrendszert és tetőszigetelést végeztek. Az egyik megújult nyíregyházi épület a zöld irodaház, ez teljesen új külsőt kapott, miközben megőrizte a régi arculatát, ami városképi szempontból is fontos. Az irodaházban 2 jelentős főosztály is dolgozik, a foglalkoztatási és agrárvidék fejlesztési. Mind a 2 főosztályon dolgozó munkatársaink olyan felelősségteljes munkát látnak el, amely a megye egész szempontjából meghatározó jellegű. Nagyon fontos számunkra az, hogy azok a programok, amelyek rendelkezésre állnak, legyenek azok hazai forrású közfoglalkoztatási programok, vagy legyenek egyébként uniós programok, azok olyan magas szinten folyanak a megyében, amelyek képessé teszik arra a megyénket, hogy felzárkózzon a foglalkoztatásban az ország azon területeihez, ahol a foglalkoztatási helyzet jelen pillanatban még jobb. Jelentem tisztelettel, hogy a foglalkoztatási ráta tekintetében már nem vagyunk sereghajtók. Vannak olyan megyék, amelyeket megelőzünk. Tehát nagyon fontos az, hogy az ott lévő, ott dolgozó kollégák, illetve az ő szakmai irányításuk alatt dolgozó járáshivatalban működő foglalkoztatási osztályok hogyan végzik a munkájukat. A másik főosztály gondozásában, a vidékfejlesztési program keretében pedig már 125 milliárd forint került lekötésre Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. Ez az országos keret több mint 10%-a, tette hozzá a kormány megbízott. Az épületek energetikai fejlesztése nem csak Nyíregyházán és a megyében, országszerte is kiemelt feladat, közölte Tuzson Bence államtitkár a rendezvényen. Magyarországon, hogyha csak a villamos energiára tekintünk, akkor nagyjából a mai napon ilyen időben 6200 megawatt körül van az ország energiafelhasználása. Viszont mi magyarok összességében körülbelül 3500 megawattnyi áram megtermelésére vagyunk képesek. Nyilván ebből rögtön látszik, hogy van 2500 megawatt, amit valahonnan ilyen esetben legalább 2500 megawatt, amit valahonnan ilyen esetben meg kell vásárolnunk. Hogy mit tehetünk annak érdekében, hogy Magyarország e tekintetben is egyre inkább a saját lábára álljon, az 2 dolog. Az egyik az, hogy energia szempontból olyan típusú fejlesztéseket csinálunk, mint amilyen a paksi erőmű is, legyünk képesek megtermelni a saját energiánkat, léptesítsünk naperőműveket is, egyébként ennek a projektnek ez is része, hiszen napelemes részei is vannak ennek a mostani megoldásnak, és a másik pedig az, hogy érjük el azt, hogy az épületeink energia felhasználása az egyre hatékonyabb legyen. A Szabolcs megyeihez hasonló beruházásoknak köszönhetően az épületek legalább 50, de akár 90%-kal olcsóbbá és hatékonyabbá váltak energiafelhasználás tekintetében, tette hozzá Tuzson Bence. Nyíregyházán 2013-ban indult egy program, amelyben felújítják a város arculatát meghatározó régi épületeket. Az elmúlt években ennek köszönhetően már közel 40 épületet felújítottak. A tervek szerint a következő beruházás a megyeháza épületének korszerűsítése lehet, hangzott el a rendezvényen.